Hivatalosan is elrajtolt tehát a helyhatósági választások kampánya. A törvény szerint a választások előtti 30 nap számít kampány időszaknak, a polgármestereket, helyi és megyei tanácsosokat pedig június 5-én választják meg a szavazók. Az új választási törvény számos változást tartalmaz a kampányban használt propaganda anyagokat és a finanszírozás áttekinthetőségét illetően. Így például a kampány időszakában tilos óriás plakátokat használni, a csupán a törvény által megszabott helyekre kifüggeszthető falragacok mérete nem haladhatja meg az 50x35 cm-t. A szabályok betartását a rendfenntartó szervek mellett az állandó választási hatóság is ellenőrzi. Ma hajnaltól minden közterületen található politikai propaganda anyag tiltottá válik, csak a törvény által megszabott maximális méretű plakátok megengedettek. A legnagyobb újdonság azonban a kampány finanszírozásának a részletes szabályozása. Ennek technikai részleteit is aprólékos figyelemmel kísérik a választási hatóság szakemberei. A mostantól érvényes előírások minden kampányajándékot megtiltanak. Csupán a szimbolikusnak tekinthető ajándékok megengedettek, de szigorú büntetés terhe mellett tilos minden olyan tárgyosztogatása, amelynek akár a legkisebb gyakorlati haszna is lehet, mint például a golyóstollak, gyufa, öngyújtók, bögrék és hasonlók.